A stúdióban Rétvári Bence, a közigazgatás és igazságügyi minisztérium államtitkára. Jó reggelt kívánok! Kezdjük csak a szép boldog új évet önnek is! Boldog új évet! Köszönjük szépen, hogy ön az első vendégünk 2013-ban itt a Mokkában. Viszont több olyan kérdés is lenne, amire nagyon szeretném, hogyha tiszta vizet öntenénk, vagy tudna ön válaszolni. Tehát első körben miért van az például, hogy az Alkotmánybíróságnál születik egy határozat, megsemmisítenek több rendelkezést, utána Rogán Antal pedig azt mondja, hogy mégis bele fogják ezt emelni az alkotmányba. Az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy van az elfogadással kapcsolatban van egy formai hiba szerintük ezen rendelkezése kapcsán, hogy nem az alaptörvény törzsszövegében van benne, hanem van egy ahhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések, amelyről az alaptörvény egyébként kimondja, az alaptörvény része, és nem abba a részbe kell beletennünk benne, az a címe, hogy alaptörvény átmeneti rendelkezések, nem ebbe a jogszabályba, hanem az alaptörvényben kell, hogy ezeket a kérdéseket szabályozzák, éppen ezért ezt a formai hibát így a parlament könnyen ki tudja javítani. Hát erre mondják önök azt, hogy ez tulajdonképpen csak formai hiba, tartalmilag viszont semmiféle kifogásolható dolog nincsen ezekkel a rendelkezésekkel? Nem, mi mondjuk az Alkotmánybíróság semmifajta tartalmi kifogást egyik, másik, harmadik rendelkezés kapcsán nem tett, nem mondta, hogy ez a rendelkezést ezért nem egyeztethető össze a jogállamisággal vagy a másik kérdés, csupán azt mondta, hogy az egyik jogszabályban nincs megfelelő helyen, a másik jogszabályban megfelelő helyen lenne. Ön egyébként hogyan értékeli, hogy az Alkotmánybíróság ezeket megsemmisítette, vagy több ilyen átmeneti intézkedést is megsemmisített? Elvisíkon, hogyha nem kukacoskodunk azzal, hogy most formailag hogyan és miként és hova kellene kerülnie. Elvisíkon ez egy rendkívül aktivista alkotmánybírósági működés. Az elmúlt most már 23 évben nem láthatunk nagyon példát arra, hogy ilyen alkotmányos rendelkezéseket az Alkotmánybíróság megsemmisített volna, és más országban, ahol alkotmánybíróság működik, szintén példa nélkül, hogy ennyire aktívan belenyúlva az alaptörvénynek, az alaptörvény átmeneti rendelkezésének a szövegébe semmisítene meg részeket az Alkotmánybíróság. Másrésztről meg egy kicsit fura helyzet van, hogy azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy mivel ez átmeneti rendelkezések, ezért nem lehet itt hosszú távú kérdéseket szabályozni. Az előző egész alkotmányunk kezdődött úgy, hogy ez egy átmeneti alkotmány, ez volt benne, és mégse sem is tették meg a teljes szövegét, hanem nyilvánvalóan bármilyen is átmeneti időre szólt, ettől függetlenül az úgy működött, pedig önmagát definiálta átmenetiként, de most az Alkotmánybíróság ezt így értelmezi, nekünk ezt el kell fogadni, de hát nyilván a választók felé nem az Alkotmánybíróságnak van felelőssége, hanem a kormányzatnak van felelőssége, úgyhogy ezeket a célokat, amiket meg akarunk valósítani, akkor átemeljük egyik jogszabályból a másik jogszabályba. Ugyanakkor az előzetes regisztrációt is pont formai okokra hivatkozva semmisítette meg az Alkotmánybíróság, és éppen azért is, mert hogy rövid távra szól. Ennek ellenére ugyanúgy benne lesz az alkotmányban. Hát az Alkotmánybíróság bizonyára heteken belül azért, sőt napokon belül fog egy másik döntést is hirdetni, hiszen határidő köti azzal kapcsolatban, hogy a köztársaság elnök által kért normakontroll kapcsán a választási eljárási törvényt, amelyben az előzetes feliratkozás is szerepel, azt is megnézze alkotmányossági szempontból. Ez a dátum méghozzá január 5-e. Igen, tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hogy először az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben nézte végig az intézkedéseket, és utána jön maga az eljárási törvény. Nem feltétlenül okokozati lenne ez az összefüggés, de én úgy gondolom, hogy nem véletlen az időzítése az Alkotmánybíróságnak. Ha nem véletlen az időzítése, akkor lehet-e hatása annak a kimenetelére? Nyilvánvalóan azért hozták az alkotmánybírók a korábbi döntést, hogy akkor egy tisztább helyzetet teremtsenek jogilag, és akkor koherens lesz a véleményük az alaptörvénnyel, meg a választási eljárási törvénnyel kapcsolatban, és nem tudjuk, mi lesz a döntés, még pár napot vagy egy hetet várni kell rá, de utána majd meglátjuk, de valószínűleg az időzítés nem véletlen. Megint ugye azt mondjuk, hogy nem véletlen ez az időzítés, de ez azt jelenti, hogy ugye Áder János ugye előzetes normakontrollt kért, vagy csak hogy tisztázzuk, hogy ennek a határideje jár le január 5-én, amikor az Alkotmánybíróságnak határozatot kell hoznia. Lehetségesnek tartja, hogy azokra a résztartalmi kérdésekre, amelyel kapcsolatban a köztársasági elnök úr az előzetes normakontrollt kérte, megsemmisítő határozat születhet? Én nem tudom, mit fog dönteni az Alkotmánybíróság, várjuk meg, majd akkor ők elmondják a véleményüket. Azt tudjuk, hogy a mostani döntést ugye 11-12 hónapig rágták, vitatták meg maguk között az alkotmánybírók, majd december végén mégiscsak fölpörgött ez a folyamat, úgyhogy már csak napok kérdései megtudjuk, hogy mit hoz az Alkotmánybíróság, akkor majd azt is tudjuk nyilván kommentálni. Beszéljünk a másik kérdésünkről, vagy kérdéskörről, amivel kapcsolatban a véleményére számítunk, illetve több információra, mint ami eddig a sajtóban megjelent, ez pedig a magáncsődnek az intézménye. Mi lenne ez az intézmény? Mi lenne ez a fogalom, amit ugye ki kellene dolgozni, méghozzá KDNP-nek, és 2011. január 1-től lépne életbe?
Ez olyan szabályozás, ami lehet, hogy nekünk kicsit fura meg idegen. Az Európai Unióban több mint 20 országban létezik valamilyen családi csőd, vagy magáncsődnek a szabályozása. Itt példán keresztül lehet szerintem legjobban szemléltetni, hogy van egy család, akinek van mondjuk egy 25 millió forintos ingatlanja, viszont 35 millió forintnyi tartozást halmoztak föl, és ők maguk valószínűleg az életükben soha nem tudnák kifizetni a teljes tartozást, mert olyan spirálba kerültek, hogyha mindenüket pénzét teszik, és a jövedelmük nagy részét is befizetik, akkor sem tudják ezt az összeget kifizetni, mert mindig nagyobb lesz a kamat, mindig nagyobb lesz a törlesztő részlet, mint amit 10, 20, 30 vagy akár 40 év alatt vissza tudnának fizetni. Pláne, hogyha ez a hiteltartozás éppen az adott ingatlanon van, ami az ő vagyonukat képezi. Igen, hiszen itt akkor nagyon sokféle adósság fog fölhalmozódni, mert általában valószínűleg, ha valakinek egyféle tartozása van, akkor könnyen van már egy közműtartozás, magánszemélyeknek tartozás, tehát nagyon sokféle adósság halmozódik föl. És mi azt mondjuk, és ezek az Európai Uniós konstrukciók is azt mondják, hogyha vállal egy bizonyos időszakot, a legtöbb uniós országban ez 5 év, ameddig ő a saját pénzét tehető mindenféle ingatlan dolgait pénzét teszi, tehát az adósság nagy részét visszafizeti, ezen kívül 5 évig nem titkolja a jövedelmét, nem iratja más nevére az autóját, nem iratja más nevére a lakását, egy pénzügyi tanácsadónak a segítségét igénybe veszi, hogy ne költsön többet, mint amennyi a reális jövedelme, tehát a pénzügyi saját felelősség tudatát is növeli, akkor amennyi adósság ennek az időszaknak a végén megmarad, mondjuk a mi példánkat nézve, ő a 25 millióból akkor kifizet mondjuk 28 millió forintot 5 év alatt, akkor a maradék rész, az a 7 millió, az elengedésre kerül számára, tehát ugyan minden vagyonát odaadta a visszafizetésre, ő is fizetett, de ettől függetlenül még így is maradna, akkor nem fog a végrehajtó élete végéig kopogtatni nála az ajtón, hogy az újabb és újabb jövedelmeit adja be, hanem 5 év után tiszta lappal tud indulni, és mert ez egy tiszta lap, ezért sok országban, mondjuk Svédországban egyszer az életben lehet csak kihasználni, hogy egyszer valaki nulláról újraindulhat, akkor is, ha előtte mínuszba került, komoly mínuszba. Elengedésre kerül, de hát nyilván ez a bankok részéről kell, hogy elengedésre kerüljön az a fennálló maradék hitelösszeg. A nagy része a tartozásoknak valószínűleg bank lesz, biztos lesz közműszolgáltató is, de ezek már igazából ilyenkor végrehajthatatlan követelések. Amikor beszéltünk végrehajtókkal, másokkal az egyeztetés során, hiszen nagyon hosszú egyeztetésre kerül sor, amit az első egy évben, az első végrehajtási hullámban nem lehet végrehajtani, igazából később ott már túl sokat nem lehet ebből az adósságból így a bankok részére is törleszteni. Tehát igazából a bankok ezt sok esetben már le is írják veszteségként addigra. Igazából ezt a bizonytalan helyzetet, a kaotikus helyzetet mi tisztázottá tesszük, az, ami behajthatatlan, az behajthatatlan marad, de valaki kap egy második esélyt, hogy nulláról el tudjon indulni az életben. Mekkora összeg az, amiről beszélünk egyébként, adósság összeg, figyelembe véve azt, hogy jól kereső, meg munkahelyen rendelkező adósokról van szó, akik ráadásul vagyonnal is rendelkeznek. Itt a pontos számokat majd, amikor a törvényjavaslatot benyújtjuk, akkor tudjuk megmondani, mivel itt hosszú egyeztetés kell, tényleg ez egy érzékeny kérdéskör, de ugyanakkor fontos, hogy szabályozzuk, hiszen már uniós reguláció is van ezzel kapcsolatban, hiszen van, aki mondjuk Németországban megy csődbe, de Angliában jelent csődöt, mert átviszi ezt az eljárását más országba, Angliában csak egy év ez a türelmi idő, ezért vándorolnak a saját magáncsőd helyzetükkel az emberek, éppen ezért fontos a precíz szabályozás. Ezt mi a tavaszülés során, mint KDNP frakció be fogjuk terjeszteni, és bízunk benne, hogy egy viszonylag hosszabb felkészülési idő után jövő ilyenkor már, aki ilyen helyzetbe kerül, az kérheti ezt a védelmet, ez a családok számára nagy védelmet jelent szerintem, és valóban mindenkit felelősebb hitelfelvételre ösztönöz. És az ön szerint reális, hogy magáncsőd biztos lesz az, aki felügyel minden egyes a magáncsőd alá került családot? Úgy gondolom, hogy akik azért ilyen helyzetbe kerültek, vagy valami nagyon nagy szerencsétlenség történt velük, tehát valami haláleset vagy ilyesmi kapcsán kerülnek ilyen helyzetbe, vagy valahol volt egy pont, ahol felelőtlen döntést hoztak. És bár ad az életnek és a törvény egy újabb lehetőséget a nulláról való kezdésre, de ettől függetlenül felelősebben kell gazdálkodjon, amikor rosszul megy, akkor nem vehet autót, akkor nem mehet el nyaralni egy drága nyaralásra, akkor visszafogottabban kell, hogy éljen. Ezért fontos, hogy együttműködjön egy ilyen családi csődbiztossal, aki igazából neki segít pénzügyi tanácsokban, úgyhogy szerintem a családok számára ez szintén egy pozitívum a jövőre nézve. Nagyon-nagyon sok részlet ki fog derülni még 2013-ban. Köszönjük, hogy vendégünk volt. Köszönöm én is.